2016. szeptember 1-én már az átadott székely kapun léphetnek be a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába az első osztályos diákok is, akiknek augusztus végén immár hagyományosan sulivárót szerveztek. A gyerekek játékos formában bibliai történeteket ismertek meg, ügyességi feladatokat oldottak meg, ismerkedtek tanítóikkal, osztálytársaikkal. Új tanévünknek az elején most is ilyen bibliai történeteket is megismertek a gyermekek, hogy egy kicsit ráhangolódjanak arra, hogy mit is jelent egyházi iskolába járni, mit is jelent bibliai történetekkel foglalkozni. És hát az idei évben az anyagok azok az Ábrám történetéből voltak véve, ószövetségi történetek. Egyrésztről az első alkalommal arról tanítottuk őket, hogy mit is jelent az, amikor Isten megszólít bennünket, és valami új, valami ismeretlen útra hív el bennünket, és hogy lehet bízni ő benne, hogy az ő vezetésével jó helyre jut az életünk. Ugye Ábrám is így indult el annak idején az ő lakóhelyéről, Kánaán földjére, amikor Isten elhívta őt oda. Aztán a második nap arról tanultunk, hogy milyen fontos a békében való együttélés és a békességre törekvés. Ez Ábrám életéből az a szakasz volt, amikor Ábrám az ő unoka öccsével együtt költözik ide Kánaánba Lóttal, és aztán az egyik családnak a pásztorai, a másik család pásztoraival összevesznek, hogy kevés már a legelő, és hát felajánlja Ábrám, hogy hát válasz akkor te először Lót, persze a jobb földet választja, de azt még a Lót nem tudja ekkor, hogy az a jobb föld az emberek ott élő emberek gonoszsága miatt bizony el fog pusztulni. És hát végül az utolsó napon pedig arról tanultunk a gyerekekkel, hogy mennyire fontos bízni Isten minden hatóságában, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen dolog, és olyan dolgokat is képes megcselekedni, amit emberi ésszel elgondolni nem tud az ember. Ez a történet ez az volt, amikor ugye Ábrahám már 100 éves, a felesége Sára pedig 90 éves körül jár, és hát jön az ígéret, hogy gyermekük fog születni, és megszületik aztán Izsák. Ezek a történetek én azt gondolom, hogy indítják útra a mi gyermekeinket, amikor sokan vannak, akik egy új létformába kerülnek azzal, hogy egyházi iskolába kezdenek el járni, és biztatjuk őket a békés egymás mellett élésre, és biztatjuk őket arra, hogy bízzanak Isten hatalmában is. Úgyhogy ezekkel a tanításokkal igyekeztünk őket útra indítani. Egyházi ifjúsági dalokat tanultak és énekeltek közösen az iskola udvarán. Voltak ilyen ifjúsági játékok, énekek tanulása, ami azért fontos szerintem, mert hogy egyrésztről az éneklés az mindig közösséget teremt az emberek között, tanít bennünket egymásra odafigyelni, egyfajta fegyelmezettséget kíván maga az éneklés is, és hát a gyermekek egy része már az óvodai hitoktatásból ismert néhány éneket, de azóta is tanultunk már a hét folyamán, hát 5-6 új éneket én azt gondolom, hogy megismertek, és nagyon szépen hangosan éneklik, azt biztosan majd a tévénézők is fogják ezt látni. Két első osztályunk indul ebben a tanévben, és hát több mint 50 gyermek van a két első osztályunkban összesen. A sulivárú célja, hogy a gyerekek könnyebben vegyék az iskola kezdéssel járó akadályokat, és a tantermekben már ismerősök, barátok várják őket szeptember 1-én.